Sziasztok, Magyar Dániel vagyok. Barcelonában jelentkezünk innen az MVC-ről 2014-ből. Az itt látható készülékeletem pedig a Lenovo-nak a Vibe X nevű készüléke, amely egy 5-szoros Full HD-s kijelzős telefon, okostelefon, IPS kijelzővel felvértezve. Hátsó kamera, amit itt láthattok ezen a részen, egy 13 megapixeles kamera, illetve az első, ami található a fenti részen, az pedig 5 megapixeles előlapi kamera. Érdemes a készülék külsejéről már rögtön beszélni, ugyanis egy nagyon vékony 5-szoros kijelzőről van szó, 5-szoros készülékről van szó, amely iszonyatosan könnyű egyébként. Itt találtak hozzá föntebben, mindjárt mutatok, itt föntebb vannak hozzá a tokok, ott láthatjátok, három különböző színben lettek létrehozva most jelenleg, ez a három dizájn található meg a piacon majd hozzá. Iszonyatosan könnyű egyébként rászerelni, az előbb megpróbáltam rátenni, viszont ez a riasztó, ami található a kiállítás során, nem igazán engedélyezi, de megpróbáltam itt teljesen rátenni, egyébként húzok egyet, megmutatom nektek is, hogyha itt kibontunk egyet és hozzátesszük, megpróbáljuk beletenni, akkor látszik, hogy teljesen belesiklik a kijelzőnek a méretébe, tehát egészen a kijelző pereméig rá fog pattanni a készülékre a maga ez a fliptok. Mindjárt próbálom visszatenni, és akkor láthatjátok magát a készüléket. Összességében az IPS panel nagyon jól hat, tehát mindjárt betöltök nektek is, megnéztem az előbb magát egy fehér színet, ez meg egy fehér szint például rajta, és nagyon jól mutat. Itt ha lehúzzuk az értesítési sávot, akkor ahogy láthatnátok, itt van fönt ugye a fényerőállítás például, ahol három opciónk van rögtön állítani a fényerőt. Van a teljesen levett fényerő, van a közepes, egy ilyen kétharmados, illetve egy teljes fényerő. Ez így néz ki, hogy a teljesen felvéve, illetve egy automatikus mód. Ha belemegyünk a beállításokba, akkor ezt például lehet állítani külön ugye egy csúszkával. Amit láttatok, itt van ez a minimális fényerő. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit magas egyébként a minimum fényerőhöz. Tehát egy átlagos például az iPhone-nak, iPhone 5-esnek például a minimális fényerő ezenél jóval alacsonyabb. Oké, ezt berakjuk mondjuk az automatikusba, így néz neki az automatikus ezekben a, ezekben a mostani fénykörülmények között. Oké, nézzük meg, milyen Android fut most jelenleg a készüléken, visszamegyünk a displayba, About Phone, és a verzió információk. Látszik, hogy egy 4.2.2-es Android fut most éppen rajta. Oké, a Notification menüben, tehát az értesítési sávban itt még fönt láthattok egyébként ugyanúgy különböző funkciókat, például az Airplane, tehát repülőgép üzemmódot, Bluetooth beállítási lehetőséget, éjszakai üzemmódot, ezek mellett GPS, WLAN, minden megtalálható benne, mint egy átlagos okos telefonban jelenleg az értesítési sávban. Amit még tudnotok kell róla egyébként, hogy ez egy 4 magos 1,5 GHz-en futó, tehát magonként 1,5 GHz-en futó készülék, illetve maga a kijelző még az amellett, hogy IPS Full HD, Gorilla Glass 3-as típusú kijelzővel van felvértezve. Nézzünk meg egy böngészőt, hogy hogy néz neki rajta. Jelenleg nincsen internet kapcsolat itt, sajnos ezt nem tudjuk megnézni, viszont a fehér szint mondjuk érdemes kiemelni, és mindjárt mellé teszek egy iPhone 5-est, hogy milyen hatású mellett az iPhone 5-nek a fehér színje. Pillanat. Feloldjuk az iPhone 5-est. Remek. És mennyitok ezen is mondjuk egy gyors böngészőt. Teljesen jó a Chrome. Így néznek ki mondjuk a... hogyha ezen is megnyitunk egy Google-t mindjárt. A kettő együtt így fehér színben, még az iPhone mindig természetesebb szerintem, az iPhone 5-es, de én azt mondom, az IPS panel semmi gond nincsen, tehát nagyon jól szuperál, elég erős a fényerőssége neki. Így a kezdetben nem hiába mondtam azt, hogy például a minimális fényerő, maga a Lenovo szerintem túl magas a minimális fényereje neki. Így nézett ki egyébként mellett az iPhone 5-es. Összességében még a hangerőről most éppen beindult egy demo. Kicsit doboz hangja van a dolognak, hogy nem érzek benne annyi erőt, mint amennyit
megpróbál kiadni maga ez a felső hangszóró, tehát van benne túl hangos, és emiatt torzít egy picit a hang, a hangerő miatt. Oké, nézzük meg rajta mondjuk egy dialert, hogy milyen gyorsan lehet vele pöttyögni. Elég gyorsan reagál egyébként, tehát ezzel nincsen baj. Maga a menü is relatíve gyorsan kezelhető, nem nagyon szaggat be. Nézzük meg egy kamerát, hogy hogy működik. Na ez egyébként egy kicsit furcsa, mert folyamatosan vibrál a készülék. Lehet, hogy magas a fényerő most itt, de nagyon-nagyon meg van világítva a kiállítás, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy nem kellene így vibrálnia. Most ahogy látszik is, oldalra folytatom, és az automatikus üzemmódon van egyébként maga a készülék. Ennek ellenére, ahogy mondom, hogy a fehér fénybe elkezd vibrálni maga a kijelző elég erőteljesen. Elfolytom oldalra, csinálom mondjuk egy képet, lefókuszálok, nyilván autofókuszos maga a 13 megapixeles hátsó kamera. Megcsináltam a képet vele, és nézzük meg, hogy hogy reagál. Tehát a színek nekem nagyon nem tetszenek, elég furcsa. Nem ilyen a természetes fény természetesen itt bent. Egy kicsit torzít maga a kamera, és amint teljesen belezoomoljunk bele mondjuk teljesen a fókuszba, ide fókuszált a készülékünk. Ez egész egy elmosodott, pacás kép igazából. Hát nekem nem szimpatikus. Kamerában még gyorsan megnézzük, hogy mire képes a videója. Nézzünk meg egy beállítási módot, azt mondja, hogy Video Advanced Settings. Gyere, nézzük, hogy mire képes még. Átadja, bocsánat, videóra. Akkor milyen minőségben tudnánk vele felvenni. Ez maximálisan Full HD felvételre alkalmas készülék. Ezt eddig nem tudtattuk mellette. Okay. Nézzük meg, milyen alap programok tartoztak magához a készülékhez. Hát itt látható még pluszba ez a kockás ikon. Hát jár hozzá egy navigáció, valószínűleg nem offline egyébként, a Google navigációra van szó, ami járt hozzá. Már látszik, hogy fel van telepítve egy Skype, egy Twitter, egy Facebook hozzá pluszba. Google-be, itt van a Play Store-unk, ugye, Gmail alkalmazás, Play Magazine, Playbook, ezek mind megtalálhatóak benne. Oké. Okay. Így néz ki maga egyébként a beállítási üzemmód, három fele van szétszeparálva. Folyamatosan beindul a demónk sajnos. Ez nem túl pozitív számomra, hogy és folytában demót raknak be hozzá, hogy folyamatosan beindul, miközben használom. Oké, igazából ennyit van a rövid bemutatója a Vibe X-nek, összehasonlítva egy picit az iPhone-nal, iPhone 5S-sel komparálva a méretet, tehát így néz ki még egyszer a készülék. Köszönöm, hogy engem választottatok, Magyar Dániel voltam, sziasztok!